Sziasztok! Folytatjuk a League Finder sorozatunkat. Ez az én saját túram, amit most elemezünk. Én se láttam még a HH-imat. Egy 20 dollár egyribá egy adonos versenyről van szó. És addig ahol gyakorlatilag semmi nem történt. Eddig nem nagyon volt izgalom, de amikor lapod volt, akkor... De azért azt meg lehet majd figyelni valószínűleg a hand historiaimba, hogy nem fogok sok kockázatot sehol felvállalni. Nyilván egy-két szituációban igen, próbálok inkább jó szitukat találni, light 3-betre esetleg, de lehet, hogy egy egész verseny alatt nem is lesz olyan, mert nem volt jó szituáció rá. Próbálok majd sokat lopkodni esetleg. A vége felé a döntő asztal majd érdekes lesz, ott az elején igen, elég feszesek leszünk, aztán utána gyorsan stílust váltunk, és 60-70 embernél négy, lesz majd. Négy hendit, meg nagyon agresszíven váltunk, mert nem nagyon tud majd az ellenfél. Ma egyet ellenfeleink mit kezdeni, ezek érdekes dolgok lesznek, de oda ugye később fogunk eljutni, úgyhogy kezdjük is el. Gombon kapunk egy királybubi offot, amivel ugye emelni fogunk, és sikerült lopnunk. 10-4-et dobni fogjuk, 10-5-öt is. Az 10-zel biztos, hogy emelünk, UTG. És visszük a vakot. 5-6 dobás, 3-as, 9-essel szerintem walkot adok. 6-4 szút itt, de történik-e valami? Nem, dobás így. Király 4 is dobás, 7-8 off is, ászbubi emelős lap. Nagy vakugyunk véd, ugye? Pozícióban mindenképpen szoktam C-be telgetni szinte minden flopot. Persze, hogyha nagyon-nagyon draw heavy lenne, tehát mit tudom én... 7-8-9 vagy 8-9-10 és flush draw-s, azokat azért annyira nem jellemzően. Törnöm pedig nyilván nem, nekem ez semmit nem találtam, úgyhogy ott feladom és csak fordulok riverre, mert nem nincsen semmi, úgyhogy haladjunk is tovább, ez elég egyértelmű volt. Dáma 10-zel nem keveredtünk játékba, dáma 8-at előről biztos, hogy dobjuk, bubi 5-öt is, 10-8. Különböző színünk van, ugye emelésre mindenképp dobás. Nem védünk ilyen lapokkal vakot. Dobás. Bubi 10 off-fal ugye lehetne emelni. Ez még annyira nem is lenne rossz szituáció, hogy light 3 betre egyébként. Viszonylag sokat emelget, de... Nem? Hát... Szerintem arra még jobb lenne. Nem tudom. Mégis sok asztal miatt biztos, hogy nem dobtam, de egyébként nem lenne rossz ötlet egy light 3 bet. Most én a clickbacket még mostanában annyira nem sokszor használom, vagy hogyha használom is, akkor más szerintem lapokkal ez viszonylag inkább. Tipikusan pre-clickback szitu lett volna. De nincsen vele tragédia, hogyha dobálja az ember, tehát ezért... Ez 9-szel emeltem volna, hogyha nincsen emelő előttem. Ezeket a lapokat dobálom. Királybubi offunk van nagyvakon. Pozícióból, vagy egy pozíción kívül vagyunk, ugye, de azért viszonylag erősebb a lapunk, egy dealer emelés ellen azért védhetünk egyet 38 mb effektíven. Itt pedig Luxor overcard miatt is kóloztam egyet, meg úgy gondoltam, hogy igaz, hogy OP flótolni nem igazán szoktunk, meg nem, de még mindig lehetek jó, egy elég standard itt általában a C-bet. Én inkább dong beteltem volna. Igen, egyébként itt egy dongbet sokkal egy jobb lett volna. Az 8-9 dáma, az jobb lett. Egy dongbet, ez tök jó lett volna, aztán hogyha visszaemel, akkor fordulunk. Törnre ugye kaptunk egy egész jó lapot, mert totál nutsunk lett tőle. Amit checkraise-elni terveztem nyilván. És azért emeltem vissza ekkorát, hogy... Hiteltelen legyen. Igen, hiteltelen legyen, drawra tegyen esetleg, vagy hogyha a bubia van, úgyis kifizet, tehát... Az abszolút nincs gond, meg hát egyébként sem tudok nagyon vissza, tehát 7800-at hagyott maga előtt, tehát most hiába emelek vissza 4000-ig, ezt ő sem, tehát nem, senki nem fogja azt gondolni, hogy ha majd én all-in-re tudok dobni, tehát itt inkább ezt a Tiesto méretű all-in-t választottam, hát ha ez még drókkal, vagy szetekkel, lehet. Vagy ilyesmivel, igen, ez egy sokkal blökszagúbb, meg ha bubia van, akkor úgyis meg fogja adni, tehát ha meg dámája van, akkor meg riverem már utána fog csekkelni, szóval így lehet ezzel talán a legtöbb pénzt nyerni, de sajnos semmilyen nem volt, úgyhogy bedobta. Minden esetre az OOP float érdekesen sült el. Igen. Talán itt a donk az jobb lett volna, az igen. Az 2-es, 6-os walk, 10-2 dob, 4-6 S is. Bubi 10 off-a elvileg innen előről még nem emelek. 2-es párral emelünk. Megpróbálunk lopni. Kaptunk egy mini részt, ez... Ugye 800-at kell betennem. Ez itt már megint nagy hiba.
Nem is értem, na mindegy. Szóval megpróbáltam setminolni, amit Ez egy... nagy hiba, az előző Igen. még nem Az annyira előző annyira nem, ez feltétlenül, viszont biztos, hogy nagy de ez hiba, nagy azt nem hiba. is értem igazából, ezt autófoldon kéne lennem, nem csalódzom rá. Biztos nem figyeltem oda, úgyhogy néha elkap azért ugye engem is. Hív, ezt nem nagyon szoktam kólozgatni, hogy hát ha találok. Nincsen pozícióm se rajta, úgyhogy ez mindenképpen, hogyha ilyen szituációba keverhetnek, főleg ennyire kicsi párokkal, mindenképp jó a flop, a fold, vagy jobb a fold. Mert nincsen meg az ottunk se szetre, meg egyébként is rossz alapú, tehát pozíciónk sincs, úgyhogy ez mindenképp dobás lett volna. Gondolkodtam Ez ezen a call. 8-7-esen egyébként, meg Ez beszél. call, szerintem. 7 BB-je van. Ante időszakban én ezt szerintem bemerném Igen, kólozni. egyébként a Nem ügyes kóseros. lenne betenni, de gyakorlatilag any two-val rá fogja tolni, hiszen körfold volt. Persze a kóse rossz egyébként annyira, de nyilván nem leszünk elő valószínűleg, bár a fene tudja ilyen De 7 nem is BB az a ellen lényeg, már hogy elő bármi ez. legyünk, hanem hogy az odds-unk De meg legyen, és igen, 39%-ot ha adott 5 BB-je szerintem. van, akkor biztos, hogy odds-unk van rá, 100%. Hát meg én imádom ezt a lapot. Az lehet mondjuk, hogy Mondjuk itt a cirkó call az kedvenc biztos, hogy lapja, kisebb úgyhogy hiba, biztos, mint a hogy jó. 2-2-vel. Itt Aztán egyébként a mindig call se érted. rossz, meg a fold se, tehát szerintem egyikkel Én sincsen semmi ennyire deepen probléma. szerintem elmerném vállalni. 8-5 off. Az se baj, hogyha látják azt, hogy ilyen Dobás hülyeséggel all-in-re. kóloz az ember. Elkönyvelnek Ugye egy marhámat dobás. az asztalnál. Ez nem, van egy 89 BB-s telemelés. 10 BB-s all-in. Bedobtam, gondolkodtam ezen egyébként akkor is. A 10 BB-st nyilván vernénk, tehát ezzel semmi gond nincsen. Nem, itt az De eredeti emelővel van probléma. Itt nem akartam 38 BB-t berakni ázdáma offa, úgyhogy mögöttem is ülnek még páran. Ja, Meg az szerintem el eredeti lehet emelő dobni. ellen is, tehát hogyha az eredeti emelő berakja, tehát hogyha csak lekólozom a 3008-at és utána all-in megy az eredeti emelő, akkor elégettem 10 BB-t Ja, hát fölöslegesen. hogyha ez a két ember ez hijack cutoffban ül, akkor nincs miről beszélgetni. De így ezt De így el lehet biztonságosabbnak ezt dobni. láttam ezt a játékot itt, úgyhogy én ezt itt nem vállaltam be, és rosszul egyébként, de... Nem biztos, hogy az Azbubi megadta volna, azért azt is tisztázzuk le. Nem valószínű, de Sőt. itt ez biztonságosabb volt. De egyébként sokat gondolkodtam ezen a henden, hogy akkor mi a túró legyen, de talán ez így Szerintem jó biztonságosabb az így. volt. Mert egy 9-9-et is eldobtál volna. Igen. Hát akkor meg Ázdám ász körülbelül ugyanaz. 9-en emelünk. Találtunk egy ászos stoppot, de kicsi a kikerünk, ugye. Sok minden nem ver minket, nyilván csak egy erősebb ász, úgyhogy próbálunk ugye blöfföt indukálni esetleg, vagy alacsonyabban tartani a potot egy csekkel. Meg kialakult önne egy nuts flush drunk, ezt már nyilván meg fogjuk hívni, de Hát meg feladta az hát, ha valami ellenfelünk. kézbe párjon, aztán azért, hát ha Így van. kólozgat. Sokszor az ászpárt lecsekeljük floppon, akkor rengetegen két utcát is hajlandóak blöffölni az emberek ellen, nagyon sok zsetont lehet így szerezni. Nyilván ász kicsikkel gondolom ezt, erős ászokat azért védeni kell, ász király, ász Ász dámákat. közepesekkel talán a legjobb ez, mert ász kicsivel viszont előfordulhat esetleg valami komolyabb probléma a vége fele, hogy már nem érzed elég erősnek a kezedet két utcás blöffelnem. Nem találnak ezek az ász dámák. Hát legalább van lapot. Visszük a vakhoz. Ász király egy színünk van. Szokásos emelés, ugye, és visszük a vakot. Ugye az előző videóban, Szűcs Andráséban láttuk nagyon sokszor 3x-et, és látjuk most is, ugye csak 2x-elek, és azért nagyon sokszor sikeres a lopás. Ugyanannyiszor sikeres, mint 3x-nél. Viszont, hogyha amikor nem sikerül, akkor sokkal kevesebbet bukunk ugye azokkal, hogy dobunk, és ez egy hosszú távon sokkal pluszosabb. Mondjuk azt azért ne felejtsük el, hogy a turbáinek között némi különbség van. Tehát itt is vannak marhák, csak valamivel kevesebbül az asztalnál. Tehát például egy 10 dolláros túron egyáltalán nem hiszem, hogy a 2x-ekre annyira akkora gyakorisággal dobálgatnának, mint a 3x-ekre. Ettől függetlenül én is 2x-elek, hogyha 10 dolláros túrt játszok le. Nem érzem értelmét a többinek. Nem szoktak annyira sokat De 20 visszajátszani. Dollár Maximum, fölött abszolút maximum nincs floppon értelme. kell játszani, de mivel tudjuk magunkról, vagy tehát nyilván akik ezt a videót nézik, ezt szeretnének fejlődni, tudja magáról, hogy jobb, vagy jobbnak érzi magát, nem posztflop a többieknél, nem baj, Lehet, hogyha hogy sokszor pozícióban keveredünk van, posztflop ugye rengetegszer rosszabb játékosok van, ellen, tehát az nem baj, hogyha posztflop rosszabb játékosok ellen nem keveredünk harcba. 4-4 dobás, ugye nincs már az odzunk set mine-ra. Itt már sikerült elengednem. Házhat dobás. Király pár. Set mine. 28 BB-nk van, 23 BB-s emelt, itt nyilván visszaemelünk, de csak valami kicsit, hát ha betolja ránk a 23 BB-jét, tehát nem akarjuk elijeszteni azzal, hogy all-in megyünk. Lehet egyébként Én nem 28 vagyok BB-vel benne all-in biztos, menni is. Hogy ez itt ez a legprofitábilisabb itt.
Hát 20, most A 28 BB-t beraknál min egybe, 3 bet. az jobb talán? Hát Nem minimum, ez nem minimum 3 bet, ez egy sima standard 3 ha bet. effektív stacket nézel, akkor 23 BB-nél én már nem fogok 3 betelni. Inkább tankelek sokat és beteszem az all-in-t. Úgy gondolom, De hogy neki van 23 hát BB-je. az az effektív stack. De nekem, az tény, de mögöttem vannak, tehát még egy 50 BB is kitalálja, egy 4 betele dobhatok, akármi. Tehát, hogy nem csak a 23 BB-s ellen játszok, hanem a mögöttem lévő összes ember ellen, akinek itt van 39 BB-s, 52 BB-s, van kettő sorstek, ők is megszülhetik, hogy visszanyomtolják Hát az a három olint. bet után nem fogják megszűnni, hogy tudják jó, hogy nekik már forward equity ott nem lesz. Hát de egy rossz játékos kitalálhatja, hogy ő majd dobat itt 13 ezeret, betesz is, én tudok dobni 10 ezerre, mert engem is megvág. Érdekes. Én valószínűleg azt választottam, hogy sokat tankelek és beteszem. Mert úgy gondolom, hogy... Nem rossz 28 BB-t egybe betenni se, de mondjuk ezt egy ász király eláznál, biztos beteszek 28 BB-t itt. De Igen. király, ez túl erős hozzá talán, nem tudom. Itt még egy csomó ember megszülheti, hogy betolja. Igen, össze kell majd hasonlítani a range-eket, hogy mivel kóloznak esetleg, mert én úgy gondolom, hogy egy 6-6 előbb meg fogja szülni a kolt az only-re, mint a 3 betre. Az még képes is kitalálja, hogy set minor, odds-on kívül, és floppon elengedi. Ugye ugyanez az emberünk emel 21 BB-ből, nekünk már 30 van, úgyhogy itt szintén ugyanezt játszom, mint az előbb, hogy 3 betelem, és hát ha valaki betolja. Hát meg itt azért De meg most már valószínűleg, 30 hogy ő BB-t is egybe betolni azért az kicsit 30-at sok. már nem. Persze. De megint dobott. Tehát úgy látszik, hogy 21 BB-ben még tud részfordolgatni, ami nem baj. 21 BB-ben még lehet. Van egy-két lap, amivel lehet. Asset off-a próbálunk lopni. Sikerül. Elég jó aggó lettél itt az elmúlt fél egy órában az Persze, asztalnál. Hát ahogy bejön az ante, azért változtatok én is a hát meg azért stílusom. lapot is. Már Lap azért minden mostanában ásszal lehet emelek, azért. tehát most is ugye emelünk ásszal, aztán ha jön egy 3 bet, akkor bedobjuk. És ugye megúsztuk 2 BB-ből, nem pedig 3-ból. 4-4 szint. Opa. Ténemelés. És fizeti egy all-int. Igen, és ugye a nagyvak 7 BB-vel all-in megy, ez nyilván egyértelműen kólos. Tehát 7 BB-t 4-4-jel azért meg kell adni. Tehát... Mondjuk ez a sírva kól tipikus esete. Igen, tehát nem örülünk neki, de... nagyon nem örülünk neki, mert biztos, hogy telibe ver minket. Természetesen de... ezt a flipet nem dobták, de nem panaszkodok, mert ezen a versenyen egy pár flipet dobtak nekem, úgyhogy nem bánom. Hál' Istennek a döntőasztalon kettőt is sikerült nyerni, úgyhogy... Azért az nagy öröm flipet nyerni, általában nem szoktunk 50%-ba, csak 10-be. 18 BB-met egybe visszateszem az dámával az UTG emelésre is, tehát elég erős lapunk van. És nyertünk egy flippet. És nyertünk egy nem, nem. flippet, hanem ezek szerint a versenyünket feltettek egy rosszabb lapra is, úgyhogy tudtunk mákolni. Hál' Istennek. Innentől érezném ajándéknak az egész túrt. Hát biztos, hogy mindenkinek, aki versenyért valaha, biztos nyert legalább egy 30-70-et az egész során, úgyhogy nem emlékeztem rá egyébként, hogy ilyen is volt, de ezek szerint sikerült rosszabb lappal is betennem ezeket a ezeket ugye mindig könnyebben elfelejti az amért. Ember, amikor már... Lehet, hogy oda sem néztem egyébként, csak betettem azt, hogy egyszer csak láttam, hogy dupláztam, mert annyi asztalom volt mellette. Úgyhogy nyilván király hat dobás. 9-4 is, 8-4 is. Na, A100-unk van, 37 BB-nk, egy emelünk. Elég kevés, és érdekes, lopunk. Vagy nehezebb szituációd volt egyébként eddig. Igazából szerintem biztos lesz azért nem voltak annyi nehéz szituáció, mert nem hozom magamat sokszor nehéz szituációkba, mint mondjuk az előző videókban, amiket láttunk, hogy az ugye össze-vissza bekeveredünk mindenféle rossz lapokkal, három betelt, ötötte három betelt kasszákba, meg ide-oda, meg stb. Meg mindig lövöldözünk minden utcán, és akkor emiatt ugye tehát óriási potok alakultak ki, nagy potokért kellett játszani, ugye Szűcs András túrjában blöffölt három utcát, két utcát, nyilván azért volt izgalmasabb a verseny, mert sokszor olyan helyzetbe hozta magát, én megpróbálok szépen lassan építkezni, aztán néha mákolni egyet ázdámával, de nyilván de nem erről van szó, de... Én úgy gondolom, hogy az ázdám az messze a nut félyesen, a ízlések és pofona. Náma bubi szót ide nyilván emelünk. Szoktak esküdni. Véd a nagyvakunk, ugye ezt a bubinkat kombetáljuk és visszük a partit. Elég standard. Azt hiszem ez volt egy nagy kassa, ez a bubi-bubis történet, ami most következik. Amit sikerült nyernem, ha jól emlékszem. Egy kolt kaptam. És ugye hát találtam egy szetet floppom. Igen, emlékszem erre a hendre, amit nyilván C-betelek. Elég és arra kaptam gyengén. Erre kaptam egy mini ez rengetegszer lesz mini részt. Elképesztően és igen, lesz én úgy gondoltam, hogy itt ugye elképesztően sokszor hajlandó lesz betenni a stackjét, inkább úgy mondom. Tehát én erre itt
valószínűleg némi tenkelés után all-in menni. Igen, itt gondolkodtam, hogy 14-13 ezerig csak 4 vagy 3 beteljem, vagy 4 beteljem Sokkal az nagyobb erőt fogsz emelését. mutatni azzal csak. Vagy pedig egybe tegyem be az egészet, de flush draw-ja van, vagy valami esetleg bekólozott preflop ászásszal a király-királya, mert simán Igen. benne lehet egyébként a range-jébe, Lehet, hogy később megijed. akkor már nem fog fizetni törnöm Igen. például. Hogyha most mondjuk emelek 13-14 ezerig, ő megadja, nem jön le a flush-e törnöm, utána az all-in-emre bedobja. Így gyöngémnek tűnik az, ha egybe all-in megyek, Igen. inkább én adok elő flush draw-t, nem pedig a nátszat, úgyhogy be is rámoltam, de mint kiderült, ez cooler szituáció volt, mert ő is hetet flopolt. Az durva. Úgyhogy itt azért eléggé jó kasszát sikerült az elején vinni, itt 67 ezerre Azért dalom lett, viszonylag úgyhogy... ritka a set versus set. Igen. Hát... Még azért ennyi asztalon is. Leszett minolt, nem is tudom mennyi zsetonja volt, 31 ezer, 1006-ig emeltem, tehát pont Pont, megvolt az épp, hogy odza. csak nem volt meg. Vagy hát igen, éppen, de ő neki úgy gondolta, hogy megvan, mert majd ő 4-es letett forból, és meg is történt, úgyhogy... Jó, nem hát jártad Istenem rosszul vesztek el. ezt Nem, nem, de... nem, nem, nem. Most Hát ez... ő sem hibázott ebben, az igaz. Ez a cooler. 19 BB-je van, úgyhogy én ezt bedobtam ellene. Itt nyilván az opció vagy az van, hogy vagy all-in megyünk, vagy bedobjuk a lapunkat. Az eléggé De középen vált. ahhoz meg így van, tehát meg nem is volt annyira aktív, úgyhogy az ász 9-re gyönge egy Aktív volt ő, disztió. de hátsó pozícióban. Tehát rengetegszer kólozott téged, meg emelt vissza rád, amikor ő volt Button 7-2 környékén, nyilván de dobás. középen nem. Dáma 7 is dobás, 2-es, 5-ös is. 7-8-essel, hogyha nincs előttem emelés, akkor nekem kéne, de nem emeltem, hogy ezt kihagytam. De biztos, hogy De akartál, mert lehet, nézd hogy... meg, három Ja olyan persze, stack van talán... Ja, mögötted. nem, itt... Ja, igen, És emlékszem. ezt azért Most már dobtad el körülnéztem szerintem. közben én is. Itt nagyon sokat dobáltam, keveset loptam ebben a szakaszában a versenynek, mert a négy ember, aki mögöttem ült, az 18, 26, 17 és 13 BB-vel rendelkezett, és ez elég sokáig így ment, ha jól emlékszem. Úgyhogy igazából csak erős lappal lehetett itt lopni, mert nagyon olyanok voltak a stackek, hogy visszateszik rám. Mondjuk a 13 BB az már nem fogja akármivel visszatenni, de a úgyhogy itt a másik dáma három az bubival is pontosan ugyanebben olyan. az okból nem loptam. Igen, 18-al itt is. most Tehát egy itt pár van lap az... egy-két olyan lapom, amivel lehetne emelni, de én nem tettem meg, mert ugye tele van risk steal stack-kel mögöttem. Úgyhogy itt most úgy voltam vele, hogy van 80 BB-m, üldögélek egy kicsit, amíg össze nem érik egy kicsit a mezőny valószínűleg, és az erősebb lapjaimat megpróbálom megjátszani, mert itt meg nyilván az volt az emelésemnek a célja, 8-8-al, Kólolni. hogyha valaki visszatolja, akár a 28 BB-snek is adom az all-in-jét, tehát Igen, itt a 8-8 az már monster. Itt azért nem is borítottam be, mert nyilván 28 BB-s miatt is, de itt a célja nyilván mindenképp az volt, hogy az all-in-t kólozom, de csak védett a nagyvakunk. Második párunk van, most hát úgy van második párunk, nem hetesünk van, hanem 8-as pár, tehát ez még ugye erősebb is. Mindenképpen mögé csekkelem ugye a Hát pot meg draw control heavy a miatt, board. mert tele van Úgyhogy ezt draw-val, mindenképpen. úgyhogy inkább majd törnön, hogyha kisebb lapja, mint a 8-as, akkor fogok emelni. Négy a dámán sem emelek, megpróbálok eljutni showdownig. És itt az volt a tervem, hogy ha emel, akkor kólozok egy utcát, mert igazából dámát vagy tízest nem nagyon tudok elképzelni a Főleg kezébe, de draw-val is kinyitott volna. inkább főleg dáma lesz, ami riverbe Igen. itt emel. És a dámája van, akkor kifizetem, így gondoltam, és ez meg is történt, és dámája volt, tehát egy csomó mindennel emelhetett volna itt egyébként bluffből, mivel én nem mutattam semmilyen erőt, az egész partit feladtam, úgy tűnt legalábbis, ezért itt gondoltam egy korra, de sajnos ugye dámája volt, úgyhogy ilyen szempontból viszont nyilván jobb lett volna a C-bet, ilyenkor mindig mondom, hogy de kár, hogy nem C-bet eltem, mert biztos, hogy akkor nyerek, de Egyáltalán nem biztos, hogy el sokkal, fogja sokkal, engedni a meg két sokkal, sokkal overcard többször backdoor flip draw-t. nyerek azzal, hogy mögé csekkelek egy ilyen handet, mint hogy nem. Király 2, off, dob. Király Az 9-szel lesz. Szoktam emelni, most is megtörtént, de Ura, ugye mert megint olyan tele van. stackek vannak mögötted, hogy én itt nem mertem volna király 9-essel De menni. igen, itt is talán jobb a dobás, mert mindenkinek Bár visszatoló mondjuk most stackja egy van. jó pár handen keresztül És dobálgattál a volna, de azért... 16 BB-ből sikerült védeni az emberünknek, úgyhogy nyilván mögé csekkelem szintén a második párt pot control miatt. Egy utcát Hát, még mindenképpen kólozok. abban sem vagyok biztos, hogy jól járunk, hogyha itt egy utcát Egy kólozunk. utcát kell, sokat blöffölnek, lehet kialakult first draw-ja is. Hát Turn, úgyhogy... Zseniális ez a turn. Hát itt nyilván call all-in, tehát nem nagyon tudunk más csinálni, két párunk van, elég Viszont erősek minden vagyunk. lejött. De Minden lejött. mint Én nem mondtam, biztos, hogy turnön first kóloznám. draw-ja lett, úgyhogy izé. Én nem biztos, hogy Hát... kóloznám. Hiába van két párunk, az összes ászos két pár el fog verni minket, ha dáma tízzel nyitott be, tehát lehet sora is, lehet flösse is.
Persze, csomó mindenre lehet, És de igazából... sima ESS-szel nem fog két utcát végiglőni egy ilyen bordon, mert hogy a te kezedbe is oda kell, hogy rakja a flash drót a turn call után. Én szerintem ezt el tudnám dobni vivel. Nem rossz a dobás sem, nem mondtam, de azért elég erős handünk van ahhoz, hogy, hogy itt egy 5000-et kólozzunk, mert ugye nem is all-in ment, hanem 5000-et, de... Ja, ha ászos kétpárunkon, akkor nem gondolkodok, akkor kólozom. De királyos kétpárra én szerintem itt nem sajnos ő mertem javult volna backdoor kólozni. flush-re, amit ugye nehéz az érkezébe rakni. És sima ásszal, hogyha nem jön le mondjuk, tehát más színű 9-es a riveren, akkor is emelt volna ásszal, szinte biztos. Mondjuk azt is tegyük hozzá, hogy már floppon jobb volt. Persze. Tehát minden utcán jobb volt, csak mi ezt nem tudtuk. Na ez biztos emelős. És 18 BB-s visszaemelt ránk. Bedobtam, mert a nagyvakon, tehát hogyha az UTG emeléstől nem tiszteli meg, akkor valószínűleg erősebb lehet, mint mi. Abból nagyon-nagyon szűk range-el emelnek vissza EP emelésre. Na, ennyi fért bele a mai 20 percbe. És akkor ezzel a versennyel, hogyha tetszik, akkor folytatjuk tovább. Kérdéseket várom. Hát innentől lesz majd szeretettel továbbra is. Izgi, amikor fogy a mezőn. És nyilván akkor lesz majd izgi, meg a végjáték lesz izgalmas, amikor már eljutunk a két, meg három asztalhoz, akkor azért több infót is tudok, meg jobban figyeltem ugye a versenyre, itt még ez a szakasz annyira nem. Itt most elszórtam, úgy látom egy olyan jó 20 BB-t biztos, mert 67K-nk volt, úgyhogy nem vagyok büszke, hát a de 800 majd meg a haladunk. Király 9, annyi történt. Igen, úgyhogy folytatjuk a következő héten. Köszönjük a figyelmet, és várunk minden kommentet, hozzászólást, ha tetszik, ha nem, bármit mondjatok. Sziasztok! Sziasztok!